Szervusz, üdvözöllek! Szeretnék, és remélem, hogy tudok is neked segíteni, hisz egy csónakba nevezünk. És te is tudod, hogy manapság milyen nagy öröm olyan emberrel találkozni, aki hasonlóan gondolkodik, mint te. Lehet, hogy veszélyben van az állásod, vagy talán már el is bocsájtottak. Amit mi ajánlani tudunk, az nem alkalmazotti állás. Amilyen bevételi forrást én tudok, az teljesen legális, és minden korábbinál nagyobb függetlenséget biztosít. Ezért is keltik rossz hírét a tömegmédiában, mert a hatalom birtokosai nem akarnak a rendszertől független embereket. Mi Csillával a párommal 2011 óta fogyasztói hálózatot építünk. Nem úgy, ahogy azt most valószínűleg elképzeled, nem házalunk, nem tartunk bemutatókat, nem beszélünk rá senkit semmire. Ez másról szól. A jövedelem itt is abból érkezik, hogy új fogyasztókat keresünk egy cég számára, és utána a cég nekünk jutalékot fizet az ő vásárlásuk után. De olyan módon, ami vállalható, sőt szerethető. Annak idején mi sem akartunk ezzel a fajta üzlettel foglalkozni, bár nem sok tapasztalatunk volt ezen a területen. De van az az élethelyzet, amikor az ember nem nagyon válogathat. Volt bennünk kétel, sőt ellenállás is, de közelebbről megismerve, hogy ennél a cégnél konkrétan mit ajánlunk és hogyan, ez a munka nagyon megtetszett. Úgy érezzük, hogy jót teszünk azzal, hogy másoknak valóban segítünk. Mára a magyar minimálbér több mint háromszorosát megkeressük vele. Mivel Ausztriában élünk, ez a jövedelem itt még nem elég kettőnknek. Vagyis van még alkalmazotti állásunk is, hát legalábbis amíg nem bocsájtanak el minket is. De biztos vagyok benne, hogy ha most neked is lenne egy állandó havi passzív jövedelmed, akár csak extra 50 vagy 100 ezer forint, sokkal könnyebben élnéd meg a mostani helyzetedet. Csak gondold meg! Mivel egy ilyen tevékenységben szerintem az az egyik legfontosabb, hogy milyen terméket ajánlunk fogyasztásra, erről is mondok néhány szót. A cég neve DXN, ami becsületet, tisztességet jelent. Ez egy maláj cég, ami gyógygombákkal és más funkcionális élelmiszerek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik. Ez a cég közel 30 éve folyamatosan fejleszti a termékeit, megszállottan keresi a kiváló minőséget, és a termékek tényleg elképesztően jók. Ezt nem csak én mondom, hanem cégfüggetlen minőségi igazolásuk is, és számtalan vásárlói visszajelzés is igazolja. Ezt a minőséget ezen az áron sehol nem kapod meg, ha egyáltalán létezik máshol ez a minőség. A gyógygombákat és a spirulina algát is fogyasztható porban vagy kapszulában, esetleg tablettában, de különböző élelmiszerekbe keverve is. Mint a spirulinás müzli vagy száraz tészta, vagy a ganodermás kávé. És ez a kávé az igazán húzó termék, mert az emberi kultúra része a kávéfogyasztás. Az, hogy egymást meghívjuk egy kávéra és közben jókat beszélgetünk, a világ legtermészetesebb dolga. Ami még nagyon fontos, hogy mi Csillával kidolgoztunk egy empatikus módszert, amivel mi új fogyasztókat keresünk. Nem kell nyomulni, nem kell senkit semmire rábeszélni, ez az üzlet anélkül is megy. Sőt, őszintén megolva nem is értem, hogy hogy lehet bármilyen üzletet sikerre vinni nyomulással, meg emberek megdolgozásával. És ezt az empatikus módszert megtanítjuk szívesen neked is, ha szeretnéd. Barátságos, emberséges, megtanulható és megcsinálható. Az is lényeges, hogy ezt a vállalkozási formát elkezdheted komoly pénzbefektetés nélkül is. Legalábbis két mozi egy árát én nem tartom üzleti befektetésnek. Tudom, hogy nem ilyen jövedelemforrást kerestél. Inkább valami olyat, ahol nem kell új dolgokat megtanulni, csak csinálod azt, amit eddig is tettél, amihez értesz, és békén hagynak. De az utóbbi két év meg kellett, hogy tanítson arra téged is, hogy nincs olyan, hogy békén hagynak. Akkor hagynak békén, ha engedelmesed, azt teszed, amit mondanak neked. De hol a határ? Tudod, ennek a cégnek a legmagasabb szintű európai üzletépítője szintén nem hajlandó orvosi kísérletekben részt venni. Mivel van elég passzív jövedelme, a telet Dubajban tölti, ahol senki nem zsarolja semmivel. Szóval így még a kirekesztettséget is sokkal könnyebb elviselni. Ugye milyen jó lenne, ha lenne neked is egy ekkora passzív jövedelmet, hogy ne kelljen egy munkaadó döntésétől függeni? A jó hír, hogy ez elérhető. Most pedig dönts a saját belátásod szerint. Ha bármi kérdésed van, vagy többet akarsz megtudni, mielőtt döntesz, keresd meg, és szívesen válaszolunk. Köszönöm, hogy meghallgattál.